A Városházán megjelent kutatókat, helytörténészeket, pedagógusokat a szervezők nevében dr. Habil Őrsi Julianna egyesületi elnök köszöntötte. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei tudományos egyesület minden évben más településen és más témából tart konferenciát. Az idén Karcagra került a sor. 2012-ben volt utoljára itt ilyen rendezvény, és most egy olyan aktuális témát választottunk, ami szerintem fontos. Az oktatást hogyan segíthetjük, a helytörténet, néprajz, honismeret és a hagyományőrzés, hagyományápolás területéről. A tudomány területén is változás állt be, mert egyre többen foglalkoznak a jelenkor kutatásával, a rendszerváltás utáni időkkel, és ebből is születnek olyan tanulmányok, olyan kiállítások, amelyet fontos, hogy megismertessenek, megismerjenek a felnőttek is és a diákok is. Majd a megyei önkormányzat nevében Borbás Zoltán alelnök szólt. Egy nagyon különleges történelmi hagyományú megyében élünk, ahol nem csak ez a háromosztatúság nyilvánult meg sok esetben, hanem azok a régről hozott gyökereink is, amelyek úgy hiszem, hogy a mai világban is olyan támpontokat, kapaszkodókat adnak a társadalmunknak, amelyek mindenképpen méltóak arra, hogy akár ilyen konferencia keretében is bővebben kibontsuk. Akár azok a kihívások, amelyek az energetika terén, a közösségépítés, a hagyományaink megőrzése terén ma a mai társadalom felé kihívásként megjelennek, én úgy hiszem, hogy erre nagyon adekvált válaszok vannak a történelmünkben, és ezek a konferenciák, különösen a mai is, kifejezetten alkalmas arra, hogy ezeket feltárjuk. Úgy hiszem, hogy ennek a jelentősége az oktatásban is egyre inkább felértékelődőben van, hogy példát hozzak a Jászságból is, akár a Jászapáti gimnáziumban, a római katolikus középiskolában, illetve a római katolikus általános iskolában is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az osztályfőnöki órák keretében, ha csak itt van rá sor, de a történelmi órák egy részét is felhasználva arra, hogy helytörténeti oktatás kerüljön megtartásra. Erről Bató Editke, a Jász Múzeum igazgatója ma fog is egy előadást tartani, jó gyakorlatként, és bízom abban, hogy ez megyeszerte is elterjeszthető lesz. Jó látni, hogy itt vannak és elfogadták a meghívást erre a tanácskozásra. Mindannyian olyan területen dolgoznak, ahol nagyon sokat lehet tenni történelmünkért, helytörténetünkért, ami kötelességünk és feladatunk. Kezdte köszöntőjét Sári Kovács Szilvia Karcag alpolgármestere. Az igazság, hogy én szerencsés helyzetben voltam. Az Arany János úti általános iskolában nagyon-nagyon gazdag szakköri élet volt, és nekünk volt külön helytörténeti szakkörünk, amire mi jártunk, és mi gyűjtéseket szerveztünk, tárgyakat gyűjtöttünk, emlékeket gyűjtöttünk, időseket patronáltunk, és ezekből kiállításokat szerveztünk, illetve az idősek patronálása során történeteket gyűjtöttünk. Aztán ezekből előadásokkal készültünk, úgyhogy nekünk nagyon gazdag, úgymond helytörténeti életünk volt. És emellett a hagyományokat is ápoltuk, hiszen zenei tagozat révén mi furujáztunk, néptáncoltunk, és bizony annak idején nagyon sok ilyen rendezvényen vettünk részt. Én úgy gondolom, hogy ezt meg kell őriznünk, ezeket a hagyományápolásokat, az értékrend átadását biztosítani kell a fiatalok számára, és én az óvodai nevelés kapcsán mindig azt tapasztalom, hogy ott a hagyományokat ápolják, hiszen nagyon sok olyan rendezvényen vagyok, ahol a gyerekek ezekkel megismerkedhetnek, nem csak megismerkedhetnek, hanem gyakorolhatják is, és én ahogyan látom, élvezik is. Én úgy gondolom, hogy ezt kell az óvodákból tovább vinni az iskolákba, és akkor nem lesz semmi gond, hiszen fontos a gyökereink ápolása, hiszen az ad nekünk egy biztos talajt, egy biztos fogodzót ebben a rohanó és mindig változó, sokszor könyörtelen világban. A megnyitó után helytörténeti, néprajzi, népművészeti előadások hangzott el kunysági, jászsági, tiszazugi, szolnoki szakemberektől, az ifjúság neveléstől a hadisír gondozáson át a honismereti oktatásig, több helyi, lokális eseményt is érintve.